Jászabáti költségvetése azok közé tartozik, mely az állam által megszabott keretrendszer mellett szűkös saját bevételei okán nem tartalmaz nagy változásokat. A nyertes pályázati összegek azok, amik részben mozgatják a 1,5 és 2 milliárd forint közötti költségvetési főösszeget. Ezekből az elmúlt 8 esztendőben jelentős mennyiség érkezett a településre, de a városi büdzsé felépítését és lényegét nem változtatják meg. Önkormányzat költségvetését ugye meghatározzák az intézményekben dolgozóknak az iskolai végzettsége, a munkában töltött idő, és ezáltal ugye a bértömeg. A költségvetésünkből igazán nagy részt vesz el, pozitívan mondom ezt, tehát nem rossz szájízzel, a dolgozók bérének a kialakítása. Gyakorlatilag az önkormányzatunknál, a köztisztviselők esetében, a polgármesteri hivatalban mindenki egyfajta személyi béren dolgozik, hiszen a besorolási bére, a kötelező bérminimumra történő kiegészítés az oly csekély mértékű, hogy nem találnánk munkaerőt és nem tudnánk megtartani a munkaerőt, hogyha nem egészítenénk ki saját forrásból. Már is elérkeztünk a saját forrás felhasználásához, melyet az adóbevételek és néhány elhanyagolható egyéb bevétel alkot. A 8600 fős település teljes mértékben visszakapja a központi költségvetésből az IPA-t, ez évente 230 és 240 millió forint között mozog. Ezek egy részét a kötelező feladatokra kell fordítani a polgármester által említett okokból, így a bérkifizetés minden esztendőben a legnagyobb tétel a kiadási oldalon. A nem kötelező vagy önként vállalt feladatokkal igyekszik csínyán bánni az önkormányzat, mert a helyi civil szervezetek, egyesületek, intézmények mind számítanak a városi támogatásra. Az anyagi juttatáson túl pályázati támogatással igyekeznek segíteni a civilek munkáját. Érdekesség, hogy a napjainkban tomboló energiaválság a település intézmény rendszerét nem igazán érinti. Amikor lehetőségük adódott, akkor hamar éltek a geotermikus energia kihasználásával, ami az energiaköltségeket közel lenullázta. A megspórolt összegek viszont más területen beépültek a rendszerbe. Közvilágításunk az, amire viszonylag többet fordítunk, de itt is kerestük a pályázati lehetőséget, hogy egy ilyen 30-40%-os megtakarítást tudjunk elérni a ledes közvilágítás kialakításával, amelyet megpályáztattunk, kiválasztottuk a kivitelezőt, és a kivitelezés folyamatban van jelen esetben is. Természetesen el kell mondani, hogy a központi költségvetésből kaptunk támogatást a közvilágítás üzemeltetésére. Idén a 2023-as évre megkaptuk a kiegészítő 19 milliós támogatást, valamint majd a rezsi költségek kiegészítésére havi bontásban, a havi nettó finanszírozással fogunk kiegészítő támogatást kapni. A jó pályázatírásnak, a megfelelő lobby tevékenységnek és az előző pályázatok kiváló kivitelezésének, gondozásának köszönhetően szinte minden pályázatát megnyeri a város, ami csak a következő évekre 2 milliárdos támogatást jelent. Csak hogy ebből párat említsünk, a vásártér megújulásához jól kapcsolódik a temető előtti új parkoló kialakítása. Nyertes pályázatának köszönhetően mentik meg a zsinagóga épületét, de a futringa szegregátum szociális célú fejlesztése és a visszahulló források csapadékvízelvezetése fordítása is fontos. Amiről még nem esett szó, az a települési amortizáció, ami az infrastruktúrát érinti a legjobban. A városi utak jelentősen elhasználódtak, így azok karbantartására mindenkor nagy figyelmet kell fordítani az önkormányzatnak. Az biztos, hogy a Szabadságút önkormányzati szakasza pályázati forrásból idén megújulhat, a többit pedig olyan ütemben újítja a város, ameddig a takaró ér.